reggeli személy. Varga Ferenc József humorista. Jó reggelt kívánok. Most a kütyüdet leteszel egy picit. A micsodámat? Kütyüdet. Ja, mert aztán fütyit fognak érteni. Ja, Istenem. És aztán ránk, nem is találnám meg ráadásul. A kütyümet se, semmit nem találok meg. Szemüveges vagyok, de most nincs rajtam. Tegnap ugye a Szörp Szóda Fesztiválon fölléptél. Nagyon jól éreztem magam, kellemes volt. Jó idő is volt, úgyhogy minden kedvezett. Igen, sokan voltak. A rádió elnöke úgy ítéli meg, hogy körülbelül olyan ezren lehettek, hát ez persze én nem tudom megszámolni. Én megszámoltam, de... 998-an voltak, és utána hát még akkor... jöttek öten, és úgy lett 1003. Akkor Arató András téved, de... neked meg igazad van. Bizony, bizony. Jó. Egyébként ez a fajta politikai humor, amivel kapcsolatban mindig el szokták mondani, hogy igazából akkor jó, ha ellenzéké, meg azt gondolom, hogy igazán akkor jó, hogyha független. És ha hát, objektív. Hát ez kötődik valakinek a személyiséghez, és akkor az ember érzi, hogy természetesen jön. És hát ez a személyiség, ennek, hogy milyen a beállítódása, az kérdés. De akkor lehet, hogy ez így nem igaz, ez az egész állítás, azt kérdezem meg tőled, hogy szerinted van kormánypárti humor? Nem kormánypárti humor van, hanem objektív humor kell, hogy legyen, és nem, alapvetően a konzervativizmus az mintha egy picikét nálam kizárna azt, hogy az illető humorizáljon, vagy ha igen, akkor az mindig átcsap valami személyeskedésbe. Ahhoz, hogy egy humor objektív legyen, és ne arról szóljon, hogy XY politikus hülye, meg bajunk van vele, hanem arról, hogy mi zajlik az országban, ahhoz igenis látni kell azt, hogy mi történik, és nem lehet elmenni egyik oldalra sem. A szabad gondolkodás, a szabadság, ami ennek a rádiónak a szlogenjében is szerepel, az egyértelmű alapeleme nem csak a humornak, de mindenfajta szórakoztatásnak, művészetnek, kultúrának, ha az nem független, ha nem szabad, hanem kötődik valamihez, valakihez, akkor az már nem működik. Fura ez nekem, ez az objektív humor, nem is tudom hova tenni. Hát ennél szubjektívebb műfajt nem is ismerek. De lehet a művészet az egyszerre szubjektív és egyszerre objektív. Tehát a szubjektivitás abban van a művészetnek, hát nem vagyunk mi művészek, hanem bohócok vagyunk, vagy nem tudom, minek mondjam magunkat, ilyen viccelődők, de hát ez is egyfajta kultúra, egy kifejező eszköz. Szubjektív addig, amíg a te személyed átjön rajta. Aztán onnantól kezdve meg valamennyire objektív. Na, az objektivitás alatt azt értem, hogy nem lehet elmenni semmilyen irányba minden áron. Nem lehet kiállni egy adott politikus mellett, hogy mit tudom én, Gyurcsánynak már pedig igaza volt, meg Orbánnak igaza volt, meg jól mondta, hallották, hogy mit mondott mondjunk valami ellenzéki politikus, mert látod, ez is egy probléma. Nem tudok jelenleg ellenzéki humort csinálni úgy, hogy az az ellenzéki pártoknak kedvezze, mert nincs kinek kedvezni. Tehát a jelenlegi ellenzék, ugye, mint tudjuk, inkább én kollaboránsnak tekintem őket, őszinte leszek. Tehát az nem, ebben... inkább jelentéktelennek? Jelentéktelen kollaboránsnak, mert felveszik azt a pénzt, amit az országgyűlés, ami gyakorlatilag abszolút egyoldalú, hiszen kétharmaddal minek oda ellenzék, mégiscsak felveszik ezt a pénzt, tehát igazából az lenne a normális, hogyha nem ülnének be a parlamentbe, ezzel illegitimálva a jelenlegi országgyűlést. Ez az én véleményem, meg hát ez nem humor, ez csak egy vélemény. A probléma, mert ugye első szabadon választott kormány, pontosabban az MDF bukása után ugye jött a szocialista szabaddemokrata koalíció, ennek kétharmada volt, és akkor senki nem mondta azt, hogy de a MDF meg a kereszténydemokraták mérülnek be a parlamentbe, mert a kisebbségként maguk jogai, természetes jogai megmaradtak, megvoltak. Igen, igen. Tehát nem az a probléma, hogy van kétharmad vagy nincsen, hanem az, hogy ez a parlament még tekinthető-e
parlamentként működő országgyűlésnek. Hát ugye ehhez hozzájárul az országgyűlés vezetésének a magatartása is, hogy engedem-e szólni az ellenzék képviselőit, vagy lekeverem a mikrofonját, stb. Egyébként jó pár évvel ezelőtt Kuncze Gáborral beszélgettünk egy jót egy színházi est alkalmával, a Radi Tibi, Kuncze Gábor meg jó magam, és Gábor nagyon sokat mesélt arról az időszakról, amit te most említettél. Volt politikai kultúra. Tehát persze, hogy nem értettek egyet, persze, hogy volt egy kormánypárt és volt egy ellenzék, de ezzel együtt az, ami jelenleg zajlik a politikában, a közbeszédben, a közéletben, az nem volt akkoriban jelen. Teszem hozzá, akkor is azért a politikusok részéről a hangulatkeltés a választók felé az abszolút megvolt, hiszen emlékezzünk vissza, direkt nem mondok neveket inkább, mert már nincsenek köztünk, és az valahol tiszteletlen lenne, de akkor is voltak olyan politikusok, akik azért hát idegen gyűlöletre, homofóbiára, kirekesztésre buzdították a szavazóikat. Úgy látszik, erre mindig van kereslet ebben az országban, de hát erről vannak megjegyzések a humor műfajában, és csak most ezeket sem idézném a jó ízlés kedvéért. De lényeg az, hogy legalább a politikusok között akkoriban volt egyfajta kultúra. Én szerintem ez is eltűnt. Hát lehet, hogy igazad van, minden relatív végül is. Nem csak szerintem, mert Kuncze szerint is abban eltűnt. Abban az időszakban mi nagyon durvának éreztük a politikai életet. Hát ezt mert nem tudtuk, hogy mi jön. Igen, igen. Tehát persze. Az ember mindig akkor érzi a legrosszabbnak és a legdurvábbnak a helyzetét, amikor még nem tudja, hogy utána mi jöhet. Igen, igen, igen. Kétségkívül így teszem van. Hozzá azért egy nagyon fontos dolgot elmondani, ha már személyem, mert személyemre igény támadt itt a rádióban, hogy az utóbbi években lehet, hogy a televíziós szereplésnek betudhatóan, valamint egy bizonyos rádiós produkciónak betudhatóan picit mellőznem kell a politikai humort, bár ezt írott formában művelem inkább a Hócipő és a jelenleg újjászületett Ludas Mátyás lapokban. Azokban jól kiélem magam, tehát azért álriportok, álhírek formájában mindenképpen Ludas Mátyás jelen pillanatban azt hiszem a 4. vagy 5. számánál tart, nyáron jelent meg az egykori Ludas Matyi mintájára, de hát azóta felnőtt a Matyi, úgyhogy Mátyás lett belőle. Köszönjük szépen Kocsis Andrásnak, hogy újraélesztett egy hagyományt. Én úgy gondolom, hogy ebben alapban is, és a Hócipőben is azért a politikai humor, a szatíra az megjelenik, és ez nagyon fontos, hogy ez a két lap még jelen van a piacon, úgyhogy tessék olvasni, aki hozzájuk jut. Nem reklám, én nem szoktam reklámot, mert akkor mondanám, hogy milyen kiadó, meg hogy... De hiszen mondtad. Kocsis Andrást mondtam, aki egy jó barátunk. Kiadó. Hát ő kiad, hát mindenki kiad, én is kiadtam ma már 500 forintot buszjegyre, hát én is kiadó vagyok. Mik a te tradícióid, hagyományaid, kötődsz-e valamihez korábbi korszakokból? Már úgymond most ilyen felelősök művészetileg, vagy politikailag? Nem, politikailag, de a szakmádra úgy gyakorlásra gondoltam. Nem kötődök senkihez, de nyilvánvalóan humorista úgy lesz az ember, hogy gyerekkorában Hoffit hallgat. Már most jó, Hoffi meg nyilvánvalóan korábban Kellér Dezsőt, meg tudom, Nagy Endrét olvasott, bár nem tudom, hogy Nagy Endrének vannak-e bármilyen felvétel, szerintem inkább olvasni lehet. Tehát humorista úgy lesz az ember, hogy az elődöket hallgatja, aztán megpróbál olyan lenni, mint a nagy elődök, és akkor nem sikerül. De ezzel együtt, tehát nyilvánvalóan jó érzéssel hallgattam, hogy a gyerekkorom az Hoffi, Nagy Bandó, Markos Nádas, Sas József, Gálvölgyi János, Kern András, az összes kabarészint, tehát az összes olyan színészt szerettem, aki nevettetett, akkoriban még szerettem nevetni, ma már nem szeretek, teszem hozzá, egy elég morózus ember vagyok, de lényeg, hogy akkoriban én jól éreztem magam az éteren át ezen művészek társaságában. Rengeteg tehetséges ember művelte akkor ezt a szakmát is. Hát akkoriban most... is. Most is egyébként, tehát nem arról van szó, hogy ez a műfaj megszűnt volna, csak átalakult, komercializálódott, más az inger küszöb,
máson nevetnek. Különféle korosztályok vannak, lehet, hogy akkoriban picikét lassú volt az életnek a léptéke, ez lassabban haladtunk, nem gyorsultunk ennyire, most minden pillanatban van egy jobb, most ha csak a popzenét nézzük, ami lényegesen populárisabb és áttekinthetőbb műfaj, hát pillanatonként van egy újabb olyan előadó, akit én nem ismerek. Én megragadtam egy bizonyos műfajnál, most ebben nem menjünk bele. Az a... mesterségesen termelik őket a különféle tévéműsorokból. Hát... igen, ezért is mondom, de a humorra is jellemző, hogy egy picikét van egy ilyen irányvonala, és ezért mondom azt, hogy komercializálódott. Tehát nem annyira az értékközvetítés, vagy a gondolat közvetítés, hanem bizonyos trendeknek a mindenáron történő követése az elsődleges szempont, pusztán csak azért, hogy ez könnyebben lehessen értékesíteni a piacon. De ezzel együtt azért politikai humor van, vagy volna, ugyanakkor vannak olyan csatornák, bázisok, ahol zajlik ugyan humor, de szólnak, hogy most akkor egy picikét szerencsére az ATV-ben én ezt nem érzékelem, tehát olyan jeleneteket is elmondhatok, meg olyan kis szösszeneteket, amik máshol nem feltétlenül mennek le. Úgyhogy végül is az ATV-s szereplésben előkerül a politika. Csak az a baj, mi Aradi Tibivel nagyon szeretünk nem létező marhaságokat összehordani, azon jól szórakozunk, akkor az meg elviszi a humort egy más irányba, mi ezzel tisztában vagyunk, de szeretjük a sokszínűségét a munkásságunknak. Úgyhogy meg nagyon sok helyre járunk fellépni Tibivel, most például 28-án Rétságra megyünk, aztán 29-én pedig Fótra, már sok jegy elkelt mindkét előadásra. Ilyenkor azért nagyon oda kell figyelni a közönség érzékenységére. Mert nem tudod, volt már erre példa, sőt olyan volt, hogy pont talán a Klubrádiónak léptem fel egy délutánon valahol a Városligetben, erre nem emlékszem. Azt tudom, hogy egyáltalán nem pejoratív kontextusban beszéltem, említettem Gyurcsány nevét. Majd egy enyhe picikét ilyen már napi fogyasztáson túllévő idősebb úriember megállt a színpad előtt, és befenyített, hogyha még egyszer egy Gyurcsányt a számra veszem, akkor azért itten vigyázzak, és hogy nem merjem még egyszer. De úgy, hogy nem is volt, tehát mondom, egyáltalán nem volt cikizés, hanem csak említettem Gyurcsány nevét. Tehát sajnos a közönség, mint hogyha nem értené néha a politikai humor, túlságosan érzékenyek. Milyen érdekes, hogy sokszor még a halállal is jobban lehet viccelődni, mint mondjuk bármely közkedvelt, imádott, ágy fölé ragasztott politikus nevével. Nem szabad kimondani. Szent Gyurcsány és Szent Orbán és Szent nem tudom kik vannak még, mert a többiek inkább... Szerintem te több ellenzékit nem is ismersz. De abszolút. Ismerni, miért te igen? Hát most így mondott, hogy nem emlékszem a nevükre, és hirtelen elgondolkodtam, hogy tényleg. Hatházi Ákos azért tiszteletre méltó erőfeszítéseket tesz. Hatházi Ákos az egy külön jelenség. Az igen, csak... Egyébként kívül van az ellenzéken is, tehát azért mondom, nem sorolom oda. Nem értem igazából az ellenzéknek a működését, mert ilyenkor kéne együtt lenni, de hát akkor, amikor az érdekek különböznek, és ezek az érdekek gyakorlatilag szolgálati autókra, meg ilyen kis pitjánál dolgokra korlátozódnak, akkor inkább egy ilyen jól lakott óvodások gyülekezetét látom az ellenzékben, mintsem egy hatékony politikai erőt. Most visszatérve kicsit a kormánypárti humorra, meg az elődökre, ugye említetted Hofit, és hát Hofi egy kormánypárti ember volt, tehát egészen más körülmények között, az egy, hogy mondjam, másféle diktatórikus közeg volt, mint a mostani. Igazából egy konszolidáción túllevő hatalom és társadalomnak a diktatúrája, mármint a politikai elitről beszélek, némi liberális beütésekkel, kis szabadságokkal, megengedésekkel, meg az egésznek a eltúnyulásával, amit Hankis Elemér nevezett pongyol a diktatúrának. Ugye, ami nagyon jó jött azoknak, akik benne éltek, mert hát több volt benne a féregjuk, amiben lehetett azért ide-oda haladni. Igen. De Hofi ugye a rendszer pártolója volt, de egyben ostorozója is, hát egy bizonyos fokig, amik hagyták.
De ő szeretett. Hát azért hagyták, hál' Istennek, elég széleskör, mert különben nem tudtunk volna olyan jól szórakozni rajta. Hát ez így nőtt az idők során, tehát ő nagyon nehezen indult el a 60-as években igazából. A 60-as években igen, de hát az gyakorlatilag egyenes arányosságot mutat az ő humorának a fejlődésre a diktatúra lazulásával. Igen, igen, pontosan. Tehát minél többet lehetett, és ő erre számított. És azért én emlékszem, mert én a 70-es évek gyereke vagyok, kisgyereke inkább, de, és a 80-as évek kamasza, de hát, emlékszem arra, hogy azért már a 70-es években is, hát ott volt minden. Jó, azt tudom, hogy hát azon nagyon jókat szórakoztam mindig, és most is emlegettem mindig, amikor az idősebb korosztály akkoriban ilyen hosszúhajú rockerek mentek az utcán, malmok, mit képzelnek, dobolnak hangosan, micsoda világ van itten már, hova lettek az erkölcsök, most ugyanez van egyébként. Most ugyanez megy, ez a hülyeség, hogy jól lettek az erkölcsök, miféle majmok vannak az utcán. Nem sokat változott a világ. Az utcán, hát most már a hadik lovának a heréjénél tartanak, hogy szabad-e simogatni, vagy nem, ami azért a magyar konzervatív gondolkodásnak egy egészen mély pontját jelenti, nem? Mondjuk azért gondoljunk bele, hogy nemrégiben Amerikában tiltották be, vagy nem engedték, vagy kitakarták Michelangelo Dávid szobrának bizonyos részleteit. Innentől kezdve a gyereket vécére se volna szabad engedni, mert a sajátját látja. Kirúgták a tanárt, amelyik megmutatta. Igen, szóval tehát azért van gond a világban, minden irányból maradjunk annyiban. Nem tudom, hogy most ez inkább liberális, vagy gyermekvédelmi, vagy konzervatív, vagy milyen irányzat. Lehet, hogy én is öregszem. Liberális nem bír lenni azért. Igen, de közben meg ugye pont ebben a rendszerben van. Na mindegy, ne menjünk ebbe bele, mert az a baj, hogy sokszor önellentmondásba keveredik mindenféle rendszer minden irányban, és most, hogyha mondjuk megnézünk különféle ilyen sorozatokat, ugye most már ilyen film networkök vannak, direkt nem mondom ki az egyiket, mert nem lépek fel náluk, akkor meg minek reklámozzam. Ez jogos. Tehát nem Kocsis Andrásról beszélünk, hanem egy N-nel és X-el kezdődő és végződő többek között film, ilyen streaming szolgáltatás, de hát ott is azért gyakorlatilag most elment a dolog egy olyan irányba, hogy muszáj, hogy a különféle szereplők ilyen vagy olyan etnicitásúak, és ilyen vagy olyan szexuális beállítottságok legyenek. Ez idáig teljesen rendben van, de miért tehetségtelen az illető, mert látni, hogy a színjátszás terén némi hátrányt mutat, tehát fejletlenséget. Szóval azért minden, tehát ebben a világban én nem tudom, hogy van-e itt liberalizmus, vagy demokrácia, vagy konzervativizmus, vagy micsoda, de minden elment minden irányba. És most már az extremitás dimenzióit töcögtetjük, szóval. A liberalizmus milyen extrém irányba ment el? Most nem biztos, hogy ez liberalizmus, tehát az, hogy kötelező, tehetségtelen, rossz, alkalmatlan színészt alkalmazni, szóval ez is egy picit már fura de nekem. Hol kötelező? Hát nézzük meg a sorozatokat azért, szóval igen. De összesen nálunk a konzervativizmus az most már teljesen tehát ez már nem is konzervativizmus, ez már valami, hát ez inkább a gótikus kor erkölcsi normáit vissza imádkozó valami egészen fura dolog. Úgyhogy hát, közben azért, akik ezt hirdetik, hát ők javában jachtokon és egyéb helyeken szabadjára eresztik a különféle ösztöneiket, hát ami az, hát... Az erkölcsök csak a pornépnek valók, az elitnek nem. Ez az erkölcsök csak a pornépnek valók, ezt jól mondtad most. A másik pedig, hogy amit meg egyet értek veled ebben, hogy ez nem konzervativizmus, ami Magyarországon van, a korlátoltságnak egy ízlésdiktatúra, de ez nem véletlen, mert nem tudom, hogy ezt kimondta, nem Freud, nem mégsem ő mondta, de mindegy, valaki a környezetéből mondta, hogy akkor van a világban rettentő nagy probléma, ha az a plebs, az a rossz ízlésű, rosszul képzett, agresszív és a világtól félő, uh-huh, társaság kerül föl a társadalom tetejére, a legaljáról, ahol aztán az ő ízlése, az ő világképe, az ő félelmei és az ő
gátlástalanságai érvényesülnek, és most ezt látjuk. Tehát ez természetesen, mivel a politika erre támaszkodik. Igen, na most ebben szokott vita keletkezni köztem, és egyébként hozzám hasonlóan gondolkodók között, mert én váltig állítom azt, igaz, hogy a humorról volnánk hivatottak beszélni, most már elmentünk ilyen szociológia világába, de lényeg az, hogy én nekem most meg foglak lepni, semmi bajom nincs a jelenlegi kormánnyal, ez így van rendjén, ahogy van. Ugyanis ebben az országban láthatólag erre van igény. Mondd, a pedagógusok mellett kiállnak-e a nővérek, ápolók, tűzoltók és mindenfajta olyan csoportok, akiknek ott kéne lenniük a karmelitánál kordont bontani, nem csak 30 nyegle gyereknek, hanem az egész pedagógus társadalom. Kimegy-e az utcára? Az egész közfoglalkoztatott társadalom. Kimegy-e az utcára? Történik-e itt bármi? Amíg otthon ül és legyintget, meg amíg van 2 millió szavazója ország határon belül ennek a kollektívának, addig mi a baj? Erre van igény. Ne jöjjenek a idegenek, itt a migrácsok, ne jöjjenek. Igaz, hogy tele vagyunk filippino munkásokkal, akik akkumulátorzsalba fognak most itten dolgozni, de akkor se jöjjenek itt a idegenek, itten, meg a buzik se jöjjenek, meg azok se jöjjenek, mi senki ne jöjjön, és én akkor is enni fogom itt a akciós. Itt na úgy, nekem ez a legfontosabb, meg az ilyen pálinka. Ennek az országnak ez a kultúrája. Mi a baj vele? Minden országnak megvan a maga kultúrája. Ez a politikai kollektíva ezt a kultúrát ápolja, hát akkor meg mi a baj? Az, hogy van egy, nem mondom, hogy intellektuális, de másképpen gondolkodó kisebbség, uszke, körülbelül 1 millió ember, annyi azért csak van, létszámával, az szerintem elenyésző, 2-3 millió konzervatív és 5 millió abszolút indiferens ember erejével szemben. Akkor meg mi a baj? Mindig a tömeg a hibás, higgyék el. Mindig a tömeg a hibás. A tömegnek kéne döntenie. Milyen érdekes, hogy amikor az internetadót be akarták vezetni, az egész ország kín volt. Akkora műbalhé volt. Az egy akkora műbalhé volt. Azt direkt csinálták. És látta a Fidesz azt, hogy ja, hogy az ingyen pornó az nehogy már oda vesszen, mert az nagyon fontos. Az a legfontosabb most, hogy az meglegyen. Rögtön kín volt az egész ország. Nincs tanár. Tranzakciós illetéket fizetsz minden egyes 20 forintos után, amit te, most itt adsz nekem, hogy elvileg az után is. Ezerféle apró adó van. Minden van. Kín vannak az emberek az utcán? Nem. Biztos jó így nekik. Akkor meg mi a baj? Amikor azt mondtad, hogy bizonyos helyeken nagyon nehezen tűrnek meg téged, vagy nem viselik el, vagy nem hívnak, akkor lehet, hogy nem tudják, hogy egy olyan habitusú embert hívnának meg, aki tudomásul veszi a tényeit ennek az országnak, és ehhez igazítja ezek szerint a műsorát is, nem? Mondtam azt, hogy valahova, igen, egyébként van olyan hely, ahova nem hívnak, de általában azok helyek, ahova nem is mennék el, tehát... Na, most akkor mi mondjuk a közszolgálati televízióba, vagy a Hír TV-be? Vagy a TV2-vel, vagy az RTL klubba, hova nem mennél? RTL klub az nem annyira jobboldali kötődés, hát a híradójukat, ha megnézzük azért. Amikor a híradónak értelmes hírei is vannak, akkor azért azok úgy... Nem, szerintem ebben az is benne van, hogy nyilván egy olyan televíziócsatornán vagyok látható, ami nem feltétlenül welcome más csatornákon, tehát nem annyira szeretik. Milyen érdekes, hogy az ATV-t is szeretik beállítani baloldali csatornának, holott abszolút objektív és középen álló tévéről beszélünk, lehet kritizálni a műsorokat, meg bizonyos megszólalásokat kell is, de ezzel együtt azért egy viszonylag középen álló csatornáról beszélünk. Most az M1, nem tudom, lehet, hogy ott egyszer-kétszer még voltam is, ezt nem tudom. Erős kételjeim vannak, hogy az általad említett Hír TV-re, vagy ennek rádiós kiszerelésébe, vagy bárhova elmenjek, nem hiszem, hogy... De hogyha hívnak, akkor majd átgondolom. Lehet, hogy meg tudunk állapodni. Egy üveg ittal,
vagy, de jó minőségű legyen, vagy nem tudom. Hogy érted? Nem honort kérsz? Hogy ez a honor? Hát valamit azért, tényleg az, hogy az ember oda megy, és picikét úgy... Szóval ez biztos, mindig nehéz kenyér, ugye, amikor a hatalom megpróbál valamit kontrollálni, és hát mindent megpróbál kontrollálni ma már Magyarországon szinte, de a humort azért nagyon nehezen szokták tűrni ezek a diktátoros rendszerek. Hát a szatíra az egy nagyon gonosz dolog. Igen, mert hát öl nevetségesítve, stb. Hát elég volt tegnap Gál Völgyitől meghallgatni Örkény egyik egypercesét, a Nézzünk bizakodóan a jövőbe címűt. Igen. Hát minden benne van. De elég egy Parti Nagy Lajost elolvasni. Nem is humor szatíráról beszélünk, mert nem arról van szó, hogy most az első perc az utolsóig könnyesen röhögöd magad, mint mondjuk annak idején Markos Nádason, hanem ez egy picit finomabb, elegánsabb, Nagy Endrei jellegű gondolatsor, mint Parti Nagy Lajos írásaira érvényes, ez mint pedig Örkényre. És igen, az szatíra, de az már szerencsére azért még nem tartott a diktatúra, tehát ezért még ez nem diktatúra, ez még olyan lájtos, még olyan készülődő állapotban van, mert akkor ezek a művek is kikerülnének aztán szépen a... Bár már vannak vidéken olyan könyvtárak, ahol onnan ki van tiltva Nádas Péter, Eszterházi, Parti Nagy, Örkény az levették a posztrolokat. Vannak olyan vidéki könyvtárak, ahol tehát legalábbis hallottam ezt, most vagy cikket olvastam, és egyébként tapasztaltam is, mert voltam, hát járunk azért vidéken mindenféle helyekre, azt akkor elhelyeznek minket a könyvtárban. De nagyon jó fantasy gyűjtemény volt az egyik könyvtárban, tehát ilyen lovagok, sárkányok, meg volt mesekönyvgyűjtemény is, meg agráripari szakkönyvek, gondolom, hogy arra igen nagy a kereslet a környéken, tehát két pálinka között biztos, hogy a traktorok működéséről fognak terjedelmes szövegeket olvasni. Na, elég az hozzá, hogy azért láttam már olyan könyvtár, hál' Istennek nem sokat, de egy-kettőben már voltam, ahonnan látványosan hiányoztak korunk szép irodalmi alkotói. Szóval azt akartam megkérdezni, hogy ebben a nehéz helyzetben, ami mindig nehéz, majd lássuk be, mi az, amíg, hogy mondjam, lehet veled beszélni. Tehát mondjuk bekerülsz egy közszolgálatot, meghívnak, és azt mondják, hogy hát nézd, erről... Velem nem, bármiről nem, lehet beszélni, mert bőbeszédűen tudok beszélni semmiről is. Tehát valamit ne mondjál el. Valamiben ne kössél bele. Hát olyan volt, behívtak egyszer egy M1-es műsorba, és hát szóltak, egyébként teljesen indiferens téma volt az utazásról és a külföldön eltöltött idő, tehát hogy milyen tapasztalataink vannak tudom, külföldön, ilyen vagy olyan országokban, Távol-Keleten, Amerikában, etc. És az volt, hogy semmiféle kontextusba ne kerüljön bele a jelenlegi politikai helyzet, a magyar politika, kormány, pláne ne, de az ellenzék se, tehát ne legyen semmilyen ilyen utalás se, meg bújtatott, implicit, explicit, semmifajta politikai gondolat ne szülessen meg, és azon rögtön azzal mentem be, nem tudom, mit mondtam, hogy éljen a kormány, éljen a párt, vagy valami hasonló, de amikor köszöntem, és akkor már elhatároztak, hogy ez volt az első, és az utolsó adás is, amiben behívtak, pedig az adásban teljesen normálisan, csak arról beszéltem, amiről kérték. Sok mindenről beszéltem, de kérésüket teljesítve kerültem. Egyébként nem is lett volna értelme oda csatolni bármit is, mert hogy jön oda a politika. De ezzel együtt felhívták a figyelmemet, hogy az ne legyen. Amúgy ezen a piacon megélni nehéz Magyarországon? Nem, azért van. A pandémia óta egy picikét nehezebb. Meg hát ugye itt van a szankciós infláció. Tudod, mit művel Brüsszel Magyarországgal? Mit művel? Hát borzasztó, hogy mit művelnek, hogy nem jön a pénz. Megvonták a támogatást, meg a Sorosék, meg Ukrajna, meg ez a háborús infláció. Ennek Magyarország az elszenvedője. Hát ez, nehogy már, amikor itt egy kormány és akciós a Tejföl, meg a mit tudom én, kardigán a Lidlibe, azt így ki lehet mondani, az már úgy nem reklám. Jó.
Szóval amikor megvannak az akciók, és amikor látod, hogy a kormány most már három gyerekesekre is kiterjeszti az SZIA-mentességet, akkor mit akarunk még? Tudjuk nagyon jó, hogy Brüsszel miatt, és amiatt nincs fellépés, egyébként tele vagyunk, hál' Istennek, hívnak minket, de néha vannak azért. Például volt olyan hely, hogy picit kevesebb jegyfogyott, mondták, hogy most nem engedtetek, szegényesebb települések, de összességében nem panaszkodunk Tibivel, tehát azért havonta 8-10-szer biztos fellépünk, akkor meg nincs baj. De ez egy folyamatos vándorlás az országban? Mindig van. Felkérés is van, meg saját szervezés is van, meg más is szervez nekünk, szóval a politikát muszáj kerülni, jó utalás lehet benne, de pusztán amiatt, hogy a közönség soraiban ne alakuljon ki semmifajta vita, meg rossz érzés, jobb kerülni. Meg van olyan hely, ahol szólnak, hogy... De az már volt, sajnos ki kell mondjam, hogy az már 90-es, 2000-es években is megvolt, hogy MSZP és a polgármester úr, és nagyon érzékeny, ne legyen semmifajta kormány el. Tehát ilyen is volt már. Minden irányból, mondom, minden irányból megvan az őrület. Pedig hát a politikus jobbal azért van, nem azért van, de igenis el kell, hogy viselje, hogy kritika éri a munkásságát. Mindig tudod, hogy milyen buborékban játszol? Szólalsz föl? És a kora szerint? Ne, hiába tudom, most, hogyha az általad imént említett hír tévébe mennék, vagy rádióba, ugyanezt mondanám el, csak ott átmenne a dolog, gondolom, személyeskedésbe. Ilyenkor vagy elegánsan lehet tovább folytatni a beszélgetést, vagy elegánsan fölállok és az ajtó irányába elindulok. Tehát most nem fogom megváltoztatni a véleményemet. Amit most itt elmondtam, azt elmondom máshol is. Maximum, ha arra kérnek. Tehát én odáig vagyok kompromisszumkész. Rádió kabarénnál dolgozunk, akkor ezt ki lehet mondani, az annyira még nem. Hogy most melyik rádión megy, az nagyjából sejthető, ugyanott, ahol 60 éve, mert hogy egy hagyományról van szó. Az a kérés, hogy ne legyen nagyon politika a különféle opuszokban, amiket leadunk. Ráadásul, és ez azért volt szimpatikus, mert még amikor kezdeti szakaszában volt a jelenleg rádión futó Fábri Sanyi csinálja. És nem vele van baj. Tehát ő vele semmi baj nincs, abszolút nyitott lenne a politikai humorra. Felülről mindig szólnak, hogy bizonyos határokat ne. És emlékszem, hogy rámosztottak egy jelenetet, illetve annak az egyik szerepét értem, szerintem, amiben hát erősen migráns ellenes volt a jelenet. Interneten nyilván már megkaptam e-mailben a jelenetet, és úgy mentem be a felvétel, hogy mondom, lehet, hogy ebből az lesz, hogy azt mondják, hogy Ferike többet ne gyere, de én ezt akkor se vállalom, mert háború elől menekülő emberekbe bármennyire is vicces, meg szórakoztató, akkor se. Tehát az nem vicc téma. És én oda mentem, és mondtam, hogy gyerekek, ne haragudjatok, ezt nem. Tudtam, illetve, hogy mondjam, úgy éreztem, hogy ebből baj lesz. Nem. Azt mondom, Ferike, semmi baj nincs, akkor majd kapsz egy másik jelenetet, meg ott a tiéd, meg minden. Abszolút normális volt. Amíg így tud működni valami, addig nincs semmi baj. Akkor van baj, hogyha ennél lényegesen restriktívebb vonalak jelennek meg. Tehát, hogyha az lesz a kérés, hogy mindenképpen írjak egy olyan jelenetet, amiben a jelenlegi kormánypárt kormánypártot laudáljuk, és az egekig emeljük, akkor majd fogom mondani, hogy köszönöm, nem. De hál' Istennek, én szerintem erre nem fog sor kerülni. Szerintem ez nem is így megy. Nem. Ez úgy megy, hogy a jelenlegi ellenzéket, vagy hát a sorosokat, meg a nem tudom. Szerencsétlenül jön ki. Akkor azon, hogy mondjam, szarkasztikus megjegyzéseket egyébként lehet tenni, időnként meg is tesszük, de összessége, tehát arra, hogy megy a sorosozás, és azon röhögünk már. De ennek, figyelj, annyi téma van egyébként az utcán, meg a mindennapokban. A kártyás fizetés, annak nyűgiei, akkor mit tudom én, ezek a hülye tévéműsorok, amiben nem mögött nincs teljesítmény, aztán ott a sport, Tibike futballkedvelő, aztán, hát rengeteg témát tudnék mondani, nem kell mindig politizálni, el lehet kerülni a politizálást. Ha csak ennyi a kérés,
arra nyitott vagyok. Mondom, akkor van baj, amikor már szólnak, hogy emiatt baj van, vagy amiatt abból baj lesz, akkor már azt már nem. Miatt, hogy mondjam, miért a kedvenc területed, amiről szeretsz? Abszolút, az ilyen bevásárlás. Bevásárlás? Igen, mert ez hét, tehát az olyan dolgokat szerettem megjeleníteni a kavariban, ami a mindennap, az utca, én nagyon sokat csavargok az utcán, imádok csavarogni, én egy hobó vagyok, és mászkálok lefül egész nap az utcán. Nem titkolom, hogy ilyenkor azért van bennem némi fogyasztás is, én szeretek inni, és akkor figyelem, ezt a sok, annyi hülyeség van, nem működik a kártya, nem tudsz vele fizetni, van önkiszolgáló kassza, nem értenek hozzá, veszekszenek az emberek a sorban álláskor, akciós mindenfajta hülyeség, ilyen termék, olyan termék, kutya ki van kötve, valaki beszél hozzám, mert otthon magányos, miért beszélnek az emberek egy idegen kutyával? Tehát ilyen hülyeségekkel el tudom magamat foglalni, az utcán, közlekedés, autó, busz, villamos, metró, stb. Ezekkel szeretek foglalkozni, amivel mindenki minden nap találkozik, és akkor valahol bele lehet csempészni egy kis közéletet, politikát, egy kis ilyen műsorosozás, hogy azért, mert azok irányonnak, ezt így ki lehet nyugodtan mondani, ezt a sok hülyet. Amit az emberek szeretnek mondani, és nem tájékozottak a hétköznapi, vagy a közéletet illetően csak összekevernek mindenféle nevet mindenkivel, azt mindig szoktam mondani, hogy Orbán meg a Gyurcsány ellopták a lóvét, hol a lóvé? Volt ilyen ember, aki ezt mondogatta egész időt, még a régi újpesti piacon. Ez volt a mániája. Hogy most az se... Azt nézd meg, hogy fölmész, nem mondom meg melyik videó megosztóra, mert akkor az már tényleg reklám, viszont ott is vagyok, de ott lehet keresgélni, és vannak ilyen mindenféle közvéleménykutatós, meg egyéb videók. Nagyon mókásan egy vidéki településen valaki azt mondta, hogy azért fog a Orbánra szavazni, hogy ne a Fidesz nyerjen. Most akkor, figyelj, ezeket olyan jó ki, és ez nem politika, tehát az emberi tájékozatlansággal viccelődni, az egy hálás dolog. Igen, bár mondjuk hogy mondjam, megvan ebben a mondatban azért a rendszer. Tehát azon ja, már minden fölött van. Minden fölött. Lehet utálni a Fidesz, mert a Fidesz ilyen loppós. Orbán az egy külön kategória. Egyébként ez igaz. Tehát van egy réteg a szavazó bázisnak, akik Orbánban a féle Kádárt látnak. Egy ilyen. Tehát, hogy mindenki utálta a kommunista rendszer, de Kádár egy szent volt. És most ugyanez van, hogy végig pocskondiázzák az egész Fidesz-KDNP felhozatalt, de egy ember, ő aranykeretes festmény, ő Orbán Viktor, kész. Van egy ilyen réteg, nem tudom, hogy mennyire széles, de már hallottam ezt, hogy Orbánt azt nem bántjuk. Hát jó. Azt tudom, mert annak idején mesélte, meg mások is, hogy például Hofi úgy rakta össze a műsorát, hogy elmen mondjuk egyetemi klubokba meghívatta magát, vagy meghívták, csak az új műsort lepróbálta rajtuk. És ha érezte, hogy valahol nem rögnek, akkor azt kidobta. Tehát gyakorlatilag ugyanazt csinálta, mint a hollywoodi filmeknél a preview, amikor kiválasztott nézőknek levetítik. Ezt stand-uposok csinálják, akik mi Tibivel azért dolgozunk másképp, mert mi nekünk jeleneteket kell legyártani különféle műsorokba, tehát azt nem szabad letagadnom, és vállalom is, nem büszkén, de vállalom, ki kell mondani, hogy mi egyfajta iparosok vagyunk, akik futószalagon is hajlandóak vagyunk dolgozni, mert ezt vállaltuk, ez a feladatunk. Vannak olyan dolgok, amiket ki tudunk próbálni különféle fellépéseinken, hogy aztán az majd eljusson a média különféle bázisaira, de az esetek túlnyomó többségében inkább a rádiós humor berkein belül jönnek elő. Tehát ott van premier,
és akkor onnantól kezdve megtanuljuk a sikeresebb jeleneteket. Nálunk ez fordítva működik magyarán, meg mi nem stand-upot csinálunk, és nincs egy ilyen összefüggő stand-up set, egy órában azt leadom, és akkor majd egy év múlva egy újat. Mi egyébként sajnos azt is vállaltuk, hogy ugye havonta 3-4 új jelenetet legyártunk, mert ugye televízióban, rádióban dolgozunk, tehát ezért nyilván muszáj alkotni. És hát Dieter Bohlen és a Status Quo zenekar óta tudjuk, hogy a mennyiség az nem mindig a minőség oldalán áll, sőt, inkább a rovására megy, ezzel is számolni kell, tudomásul kell venni. Tehát milyen jeleneteket gyártotok? Ami eszünkbe jut, ami eszünkbe jut. De nem azt mondod, hogy amire szükség van, vagy amit megrendelnek. Nem, megrendelésre nem dolgozunk. Tehát az, hál' Istennek megvan az a szabadságunk, hogy azt csinálunk, amit akarunk. De ez minden humoristánál így van, hogy arról beszél, amiről szeretne. Úgyhogy hál' Istennek a humor műfajában én nem érzek semmifajta ilyen kötöttséget. Nyilvánvalóan a két lapnál, ahova dolgozom, Hócipő és Ludas Mátyás, ott is van egy szabadság, hogy arról írok, amiről akarok, csak az a kérés, hogy közéleti, politikai jellegű legyen. De hogy onnantól kezdve most én ott az ellenzékbe kötök bele, muszáj, vagy XY politikusba, vagy annak egy mondatába, vagy a jachtról szól, vagy mit tudom, ez rám van bízva. Nyilván aktuálisnak kell lennie, mert most a helikopterezésről már nem lehet beszélni, mert nem aktuális. Azt, hogy elfogadtad a Klubrádió meghívását a Surf Soda Fesztiválra, itt fölléptél, az azt jelenti, hogy van kötődésed. Persze. Ez a rádióhoz. Persze. Szeretném elmondanád, hogy ez mit jelent neked. Azt, hogy még hogy én hű vagyok az értékrendemhez, amit én képviselek. Nem tudom, hogy képviselek-e valamit, de én úgy érzem, hogy van egy igen, balliberális nem kötődésem, értékrendem. Pártkötődésem már rég nincs, volt egykoron. Aztán régen volt? Hát egy pár évvel ezelőtt még igen. De azt vettem észre, hogy akkor, amikor az általam preferált politikai erők képesek a Jobbikkal és akár a Mi Hazánkkal is kokettálni választási sikerek érdekében, hát én nekem ez nem. Nekem ez nem. Tehát az, hogy azért, hogy most leváltsuk a Fideszt, álljunk oda, nagyjából ugyanarra az oldalra, semmi értelme nincs. Úgyhogy picikét elvesztettem a párt szimpátiámat. Úgyhogy az már rég nincs. Világnézetem inkább balliberális. Ennyi. És a Klubrádió az még egyértelműen ezt testesíti meg. És egyébként mondom, én nyitott vagyok mindenfajta helyre. Szóval mindenfajta rádióra, média egységre, ahova hívnak, ha tudom azt, hogy ott van egyfajta tolerancia küszöb. Tehát amíg tudjuk egymást tolerálni, addig én nyitott vagyok mindenre. Nem vagyok, hogyha volna egy normális konzervatív gondolkodású média, akkor nagyon szívesen elmennék oda is. Amíg a konzervativizmus tényleg egy bizonyos mértékig szól a konzervativizmusról. Mondjuk lehet kritizálni Angela Merkelt, de ő az a fajta konzervatív volt, aki közben mégse volt irredenta és begyöpösödött, hanem tudta azt, hogy tehát konzervatív demokrácia, hanem tényleg lenne keresztény demokrácia, akkor nyitott lennék arra, hogy ott is közreműködjek. A újságírással is úgy van, hogy tanítják, de igazából megtanulni a gyakorlatból lehet, és az ember akkor jön rá, hogy tehetséges vagy nem tehetséges, erre képes, arra képtelen, stb. Kialakulnak a korlátai, és körülbelül tudja, hogy mire alkalmas. Ez a te szakmádban hogy van? Na igen, ezt akarom, mert nagyjából sejtettem, hogy mi a kérdés. Nyilvánvalóan akár a színművészetet veszük, akár a bármi nemű alkotást, ami alkotásra, és az újságírás is, ha nem is művészet, de egyfajta alkotói folyamat. Magát azt, hogy te hogyan alkotsz, meg mit alkotsz, azt nem lehet megtanítani, az benned kell, hogy legyen. Ha van benned alkotói fantázia, meg alkotói készség, akkor lesz belőled szobrász, koreográfus, zeneszerző, gitáros, énekes, akár humorista, bármi. A humort azért nem lehet tanítani, mert magadnak kell otthon olvasgatni.
Tehát ha valaki humorista szeretne lenni, akkor kezdje szépen vagy Karintival, vagy Rejtővel, vagy mindkettővel, és akkor onnantól kezdve hallgasson Hoffit, Sas Józsit is kell hallgatni, Bödöcsöt is kell hallgatni, Aradi Vargát nem kell hallgatni, de Markos Nádast kell hallgatni, de most viccelődve mondom, de összességében tessék odafigyelni, és akkor meg lehet tanulni ezt a szakmát, de abszolút az egyéniségedre épül, és éppen ezért nem lehet az újságírás, az alapjait meg lehet tanítani, mi az a fejléc, meg azt, hogy kell megfogalmazni, meg hogyha tördelnek, meg szednek, akkor mi van, meg hogy azt, hogy kell figyelembe venni. Tehát vannak bizonyos paraméterek és függvények, amiket el lehet mondani egy például a színművészetén is, hogy hogy kell bemenni, stb., amikor azt mondják, itt énekelj, tehát sok mindent meg lehet, meg hogy mennyi, hányféle dimenziója van a szerep megformálásának, stb. Ezeket meg lehet tanítani. Az újságírás is meg lehet tanítani egy bizonyos határig. Akkor van baj, vagy akkor akad el a jelölt, amikor odáig tudja csak az egészet, ameddig azt megtanították. Amikor ő már önálló alkotásra nem képes, akkor nem lesz az illetőből újságíró, vagy zenész, vagy színész, vagy akkor lesz belőle egy üsdobos a szimfonikus zenekarban. A humor az meg olyan, hogy láttam már olyan humorista jelöltet, ilyen helyi tehetségkutatón, aki gyakorlatilag gyönyörűen fel tudta olvasni Nagy Bandó András Kocka utca című művét. El tudta olvasni. Tehát fölvitt a hangsúlyt, levitt a hangsúlyt, pont. Hogy indult a pályád egyébként? Nehezen. Abszolút nehezen. Meg azért pont egy ilyen, nem tudom mennyi idő van még, de el tudok beszélni. Van 6 percünk. Hát, jó, akkor este 6-ig tudom tolni. De azért még szeretném a klubrádióról is beszélnénk a végén, mert hát végül akkor is. Akkor beszéljünk arról, mert hogyha elkezdek beszélni most arról, hogy a 90-es években milyen átmenetek voltak, meg milyen, az egy nagyon átmeneti időszaka volt a magyar közéletnek és a magyar kulturális életnek, akkor szűnt meg szép lassan a közszolgálati csatorna hegemóniája, és vették át a kereskedelmi csatornák az emberek szellemi irányítását, meg tehát ott meg voltak állomások, nagyon jó volt, bekerültem a rádiókabályban, 98-ban megnyertem a Humorfesztivált, aztán oda kerültem a Mikroszkópra 99-ben, tehát megvoltak azok a szükséges állomások, amik elvezetnek a világot jelentő deszkákhoz, a szép ezt kimondani, ezt a közhelyet. De voltak nehézségek a pálya elején, ennyi. Majd elhívtok, mit tudom én, legközelebb, azt akkor mindenki aludni akar, akkor elmesélem. Meg írtunk egy könyvet Aradi Tibivel, abban sok minden benne van. A rádióról még hadd kérdezzelek, ahogy kértem, hogy mennyi időd van hallgatni? Mert ugye ide utaztok, oda utaztok, föllépés van, készülés van. Tehát gondolod, én nekem de... rengeteg szabad időm van, de őszinte leszek, én nem hallgatok rádiót. Egész egyszerűen azért nem, mert mindig olyan zenék vannak, amiket én nem akarok hallani. Milyen zenéket akarsz hallani? Én csak metált akarok hallgatni, és ezt nem adnak az ember. Állandóan ezeket a hülye abba, meg ilyen nyálas izéket, én ezeket nem szeretem. Meg nincs progresszív rock, meg nincs Pink Floyd, meg ilyenek, én ezeket szeretem, és azt nem adják, mert az nem butít eléggé, hanem ilyen izé, ilyen abba, meg neoton, meg ilyen dallamcentrikus marhasságok, én nekem ilyeneket ne adjanak már. És emiatt én nem hallgatok rádiót, ami pedig a közéletet illeti, azt általában a híroldalakon gyűjtöm be. Rengeteg szabad időm van egyébként, de a zenéket magam választom, meg eljátszok otthon magamnak gitáron, akkor legalább, nagyon hamis, de akkor legalább azt hallgatom, amit én akarok, meg mondom, a híroldalakat olvasgatom, muszáj. Figyelj, hogyha ez így van, hogyha nem vagy egy rádióolgató, akkor honnan tudod, hogy milyen a klubrádió? Tévét sem nézek, teszem hozzá. Tehát nincs, van televízió készülék otthon, okos tévé ráadásul, nálam is okosabb, de nincs rajta beállítva semmi, csak a YouTube, meg hozzá van csatolva egy média lejátszó, hogy olyanokat nézzek rajta, amit én akarok, filmet például. A klubrádióról tudom, hogy milyen, mert azért figyelem, hogy milyen rádiók vannak, tehát tudom azt, hogy van egy olyan rádió, ami csak slágerzenét játszik, és minden nap lejátszák ugyanazt a 80 teljesen ismert
és rémunalmas nótát. És nagyon jó az, hát az emberek azt szeretik, csak nem hozzám szól. Meg tudom, hogy milyen rádiók vannak, tudom azt, hogy van inforádió, meg van klubrádió, meg vannak podcastok, meg online rádiók, meg, tehát azt én tudom, hogy mi milyen, csak nem. De a klubrádiót azt alkalmanként azért meghallgatom. Hát azt nem lehet, hogy nem, de szeretek inkább híreket olvasgatni. Esetenként publicisztikát online. A műfaj az, amit, tehát hogy mondjam, az írott csöndes olvasás szereted jobban, mint... Igen, a... ezt jobban meg tudom, vissza tudok menni. Tehát itt most beül valaki és okos. Uh-huh. Már nálam kihívás, mert nem tudok vissza... Jó, vissza lehet tekerni valahogy online, de körülményes. Írott forma, mi van oda írva, milyen betű volt? Visszaugrok, és akkor már el tudom olvasni háromszor, annyi meg nekem kell azzal, hát az aggyal, ami nekem van. Te a Gutenberg galaxis embere vagy még. Abszolút, abszolút. De az, a digitális Gutenberget szerettem, tehát online megy minden. Aha. Nyomtatott formában már csak könyvet olvasok. Autót vezetsz? Hát, hogyha nem iszom, akkor igen, nincs autóm egyébként Magyarországon, mert itt a városban ennek különösebben értelme. Nincs Tibinek, meg olyan jó Toyotái vannak minden harmadik, negyedik évben. Tehát mindig lecserélje a régi Toyotát egy újabbra, és akkor azzal megyünk. Hadd vezessen, ő szeret vezetni. Jó, én külföldön szoktam autót bérelni. Nem tudom, hogy ez mennyiben kapcsolódó, de nincs szolgálati Audim. Jó, de majd mindjárt elmegyek a Kossuth térre, és lesz egy. Mi, lenyúlsz egyet, vagy mi? Persze, megoldom, érdekel. Jó, hát akkor itt a beszélgetés végén még hadd kérdek tőled valamit. Ugye ez egy túlélési gyakorlat a Klubrádió részéről. Gyakorlatilag abból élünk, hogy a hallgatók támogatnak bennünket. És hát ez jó, mert akik csinálják ezt a rádiót, azok gyakorlatilag egy társadalmi megrendelésre dolgoznak. Abszolút, és ez fontos. Kártyával tudok fizetni? Nem. Ja. Itt most, itt nem. Ja, de majd, hogy kiviszlek, jó, az előtérbe, jó, és jó. Aztán megkérdezzük, mennyi? Ti mennyit kértek azért, hogy én itt lehettem most? Ez a kérdés. Kimegyünk és megbeszéljük, jó? Jó, jó. Figyelj, van nálam, tehát a kártya jelen pillanatban ilyen 1500 forint van. Hát, és a többi kártya? Egy kártyám van, csak a többit ezt beadtam. A partnereid kártyáit nem hordod magadnál? Legközelebb, de azért mondom, hívjatok, akkor elmesélem, hogy hogy indult a szakma, és akkor elkérem a Tibi kártyáját is. Deal. Megbeszéltük. Na, megbeszéltük mindent. Azért a Tibi kártyán több van, mi? Remélem. Nem, neki van kevesebb, a benzíre kell neki. Ó, de nehéz veletek, na mindegy. Mondom, figyelj, kicsiért is le kell hajolni, mert meg kell becsülni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Varga Ferenc József humorista volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Csorba László, Balogh Kármen, Zsidai Péter, Herskovics Eszter és Szénási Sándor köszöni az önök reggeli figyelmét. Minden jót! Reggeli gyors, nem marad le semmiről.